17. ének, a purgatórium harmadik, majd negyedik párkánya, a purgatórium beosztása. Idézd föl, olvasó, ha hegyi úton ködvet körül, s úgy láttad a világot, mint bőrhártyás szemével a vakond. Hogy amikor a nyírkos, sűrű gőzök kezdenek oszlani, a napkorongja halványan derengve megjelenik. Így nem lesz nehéz elképzelned azt, ahogy én láttam újra a napot, mely ekkora már lenyugodni készült. Mesterem biztos lépteit követve a felhőből kijutottam a fényre, mely közben lent a parton már kihunyt. Ó képzelő erő, ki néha minket oly messzire ragadsz, hogy azt se halljuk, ha ezer trombita szól körülöttünk, ki mozgat, ha nem az érzékelés. Egy fény mozgat, mely fönt ered az égben magától, vagy attól, aki leküldi. Most képzeletem előtt megjelent a gonosztette annak, aki nőből legszebb dalú madárá változott, s az elmém úgy bezáródott magába, hogy kintről semmi sem jutott belé, amit képes lett volna befogadni. Majd egy keresztre feszített alak hatolt fantáziámba, arca vad és megvető még halálában is. Mellette állt Ahasvéros király, Eszter királyné, s jó Márdokeus, ki szóban, tedben igaz lelkű volt. Most ez a kép is eltűnt, önmagától szétpattant, mint a buborék, amint a víz alól a levegőre ér. Egy leány jelent meg képzeletemben, aki zokogva így szólt. Ó királynő, miért kellett elpusztulnod haragodban? Megölted magad, hogy Laviniádat elneveszítsd, s elvesztettél, anyám. Jobban siratlak, mint a másikat. Ahogy az álom megtörik, mikor csukott szemünkre éles fény esik, kicsit még lebeg, aztán szétszakad, úgy foszlott szét iménti látomásom, mihelyt arcomra hullt egy fénysugár, erősebb, mint a nálunk megszokott körülnéztem, hogy lássam, hol vagyok. Egy hang most így szólt. A följárat itt van. Ez kitörölt minden mást a fejemből, csak arra vágytam, lássam a beszélőt, oly vágyjal, mely csak akkor csillapul, ha tárgyát végre szemtől szemben látja. De ahogy a nap fárasztja szemünket, s ereje révén leplezi alakját, úgy mondott csődöt a látásom itt. Isteni szellem ez. Ő megmutatja kérés nélkül az utat fölfelé, ám nagy fényével leplezi magát. Úgy tesz velünk, ahogy szoktunk magunkkal. Mert aki bajt lát, de kérésre vár, az már már ridegen elutasít. Lépdeljünk tehát hívása nyomában. Menjünk föl gyorsan, amíg nincs sötét, mert aztán napkeltéig nem lehet. Így beszélt vezetőm, és én követtem a lépcső felé, mely ott volt előttünk. Ahogy az első lépcsőfokhoz értem, egy szárny lebbent. Éreztem arcomon a szelét, és egy hang szólt. Boldogok a békések, kikben nincs rossz harag. Már olyan magasan volt a hegyen az éj előtti utolsó sugár, hogy itt-ott látszottak a csillagok. Erőim, miért fogyatkoztok így? Mondtam magamban, mert érezni kezdtem, hogy lábam fegyverszünetet akar. Fölértünk odáig, ahol a lépcső nem megy tovább. Ott szilárdan megálltunk, ahogy kiköt a partot ért hajó. Vártam kicsit, hogy vajon hallok -e ezen az új párkányon valamit, majd odafordultam a mesteremhez. Mondd, drága atyám, miféle hibától kell megtisztulni itt, ahol vagyunk. Bár lábunk áll, beszédeddel haladhatsz. Akik a jót csak hanyagul szerették, felelte, itt azok törlesztenek. Most fürkén csapkodlom, ha evezőjük de hogy megértsd ezt még világosabban, figyelj most rám, s a kényszer meglátod, jó gyümölcsöt szüretelsz. A teremtő kezdte, s minden teremtmény tartalmaz, jó fiam, szeretetet. Ez lehet ösztönös vagy tudatos. Az ösztönös mindig tévedhetetlen. A másik olykor rossz tárgyat szeret vagy jót, de túl gyengén vagy túl erősen. Amíg a vágy a fő jóra irányul és mértékkel a másodlagosakra, addig nem válhat káros szenvedélyé. Ám ha rosszra irányul, vagy a jót túl forrón, vagy túl lanyhán szereti, a teremtmény már sérti a teremtőt. Ebből világos, hogy a szeretetből, mint magból nőnek ki jó tetteink, de azok is, amelyek büntetendők. Mivel a szeretet nem tud soha elfordulni szerető önmagától, így senki sem képes öngyűlöletre. És mivel semmi sincsen önmagában, az első dologtól függetlenül, nincs teremtmény, mert gyűlölné az elsőt. Tehát a hibástárgyú szeretet nyilván a mások bajára irányul. Ez három módon sarjad bennetek. Van, aki azt hiszi, úgy jut sikerhez, ha szomszédja fölé tud kerekedni. És ezért annak bukását kívánja. Van, aki félti hírnevét, hatalmát, jó állását a társa sikerétől, és azt kívánja, fordítva legyen. S van, aki sérelmén úgy megharagszik, hogy szenvedélyévé válik a bosszú, az ilyen ember ártani akar. E háromféle szeretet miatt gyötrődnek itt lent. És most hald a többit. Ők jót szerettek, de nem helyesen. Mindenki érzi, bár homályosan, hogy van egy jó, mely nyugtatja a lelket. Ezt vágyjuk mind, ezt óhajtjuk elérni. Ha immel ámmal szeretted, s alig próbáltad megszerezni, ez a párkány tisztít ki ebből, ha beismered. Van más jó is, de az nem boldogít. Nem boldogság, nem a lényegi jó, mely minden más jó gyökere és gyümölcse. Ha ilyesmit szerettél túl erősen, a három felső párkány büntet érte. De hogy a három hogyan van beosztva, azt nem mondom el, majd te kideríted.